A márciuska ajándékozása Magyarországon nem túl elterjedt, ugyanis ez egy román hagyomány. A Somogyi Könyvtár rendezvényén azonban minden érdeklődő elkészíthette a saját márciuskáját, melyet ajándékozhat majd. Volt már példa arra, hogy a Román Kulturális Intézet szervezett Magyarországon márciuska készítő műhelyt, illetve a márciuskának a szimbolikáját megpróbáltuk megismertetni a magyar közönséggel. Ezt, ha jól emlékszem, 2016-ban volt itt Szegeden, a Szegedi Fiók szervezetünknél, illetve a Budapesti Intézetünknél is tartottunk. Nem minden évben sikerül ezt így megtartani, nyilván a Covid miatt az elmúlt években sajnos ezt nem tudtuk megtenni, most végre megint, és próbáljuk, a könyvtárban most szervezzük először, ez egy új partneri viszony az intézet és a könyvtár között. Az eseményen Kis Adél grafikus művész segített mindenkinek elkészíteni ezt a kis tárgyat. A program elején elmesélték, honnan ered ajándékozásának története. Kolozsváron jártam egyetemre 6 évig, ezelőtt jó régen 20 éve, és Kolozsváron és Romániában van hagyománya a mörcisornak, a márciuskának. Itt Magyarországon nincs ez kialakulóban, és hát ott az a szokás, hogy március 1-én ilyen kis kitűzőket árulnak az utcán, amiket általában férfiak vesznek ajándékba a nőknek. Egy kicsit a nőnapra hasonlít, de itt annyival másabb, hogy ott a tavaszt is ezzel köszöntik. Ehhez a hagyományhoz így kötődöm, hogy ott a 6 év alatt ott nagyon megtetszett, és amikor lehetőségem van rá, akkor itt is szívesen bemutatom, hogy hogy lehet ezt elkészíteni. A márciuska hagyománya egy mítoszból ered, mely a tél és a tavasz harcát meséli el, ahol a tél miatt a hóvirág megdermett. A tavasz eltakarta kezével a hóvirágot a tél elől, s ezután a tavasz megsebesült. Egy csepp forró piros vér cseppent a virágra, ezzel életre keltve azt. Nincsen mörcisor fehér és piros fonalak nélkül, amik összefonódnak. Tulajdonképpen ez a legfőbb jellegzetessége. Régen úgy indult, hogy egy hóvirágra kötötték, de hát aztán az idők során, amilyen leleményesek az emberek, mindenfélét kitaláltak, hogy a hóvirág helyett mire köthetik még. Van, ahol kis fémdíszecskéket, lóheréket, van, aki kerámiából készít rá díszt, itt mi most még fagombból is próbálkozunk. Úgyhogy most már tényleg csak a fantáziára és a képzeletre van bízva, hogy ki mit hoz ki belőle. Ez az esemény nem csak a gyermekek számára volt érdekes, az idősebb korosztály is megismerkedhetett ezzel a hagyománnyal. Mindenkit érdekel. Nyilván itt most ez egy ilyen kézműves foglalkozás is lesz, tehát mindenki elkészítheti a saját kis márciuskáját, ami azt jelenti, hogy a gyerekek is bekapcsolódhatnak ebbe a tevékenységbe, de biztosak vagyunk benne, hogy a felnőttek is nagyon élvezik ezt a tevékenységet. Március 1-én kell márciuskát ajándékozni, mely a szeretet, a szerelem, az öröm vagy a szerencse szimbóluma. Van, aki egész hónapban hordja ezt a kis tárgyat a kabátjára kitűzve. Van, ahol úgy olvastam, hogy március közepéig van a hivatalos ideje, de hát a kedvességnek nem jár le a határideje. A márciuskákat nem csak készíteni, de venni is lehet. A szándék a lényeg, mellyel az ajándékozó átadja, hiszen ezzel is őrzi a hagyományt és kedveskedik. Romániában, ahol ennek hagyománya van, ott úgy zajlik, hogy már február végén az utcákon megjelennek a standok, tele mörcisorokkal, márciuskákkal, rengetegféle fém, kerámia, fa, tényleg már csak a képzelet, ha szabhat át nekik, és ott természetesen meg lehet vásárolni őket az utcán. A hagyományoknak nagy szerepük van az életünkben. Megőrizzük vele kultúránkat. Fontos, hogy ezeket a gyermekek is megismerjék, így fognak fennmaradni hosszú-hosszú időkön át.
Egyrészt a kreativitást fejleszti, másrészt olyan dolgokkal foglalkoznak, ami megmarad, ami kézzelfogható, amit hazavihetnek egy ilyen esemény után. Ezen kívül nyilván van egy lelki táplálék oldala is, ami elgondolkodtatja őket, és hát nem utolsó sorban egy közösségi eseménye is válhat az, hogy ők idejönnek, együtt készítik ezeket a kis tárgyakat. Köszönöm.